A szülés-születés misztériumáról beszélgetett Bangó Krisztina dietetikus a közönségével november 24-én a Bocskai Rendezvényközpontban. A fiatal dúla és a nagyrészt fiatal anyukákból álló közönsége egy különleges gyakorlatot is kipróbált. Aztán csöndesedik a fájás hullám, leülünk. Várunk megint csendben. Méri teljesen átadással relaxál. A háborítatlan és az orvosi protokoll szerint elfogadottnak tekintett szülés közötti különbséget mutatja be Zinger Magdolna, köze nincs hozzá című írása. Bangó Krisztina a foglalkozás elején gondolatindítónak olvasta fel a rövid történetet. Mi a tapasztalat, hogy a nők hogy állnak ehhez a kérdéshez, a szülés-születés misztériumához, illetve milyen tapasztalataik szoktak lenni, mi a jellemző, hogy inkább pozitív vagy negatív? Úgy van, hogy a köztudatban már beszivárgott ez, hogy ez lehet egy csodálatos, átformáló, nagyon misztikus élmény, és sokan vágynak is rá, de hogy itt is elhangzott, sokan nem mernek érte mindent megtenni. És visszamenőleg ezt ilyen negatívunként értékelik, meg a saját hibájuknak tulajdonítják, meg ott van az érzés, hogy majd legközelebb sikerül. Mit kell ahhoz tenni egy nőnek, hogy tényleg ezt átélhesse, tehát kihez fordulhat, hogyha ő a megszokottól azért egy picivel másabb szülés szeretne? Nagyon tudatosnak kell lenni, nagyon körbe kell járni a témát, meg lehet találni akár intézetben is azokat a személyeket és feltételeket, hogy létrejöhessen. Hát szerintem egy nagyon határozott önismeret is kell hozzá, hogy tényleg tudjam, hogy mit akarok, és azért kell egy támogató csapatkörém, hogyha a párom az, hogyha a dúlám az szülésznöm, aki engem akkor is támogat benne, amikor mondjuk én abba az elvált módosult tudatállapotba kerülök, ami kívánatos egy szüléskor. És ugye egy szülés során azért vannak pontok, ahol döntést kell hozni, olyankor engem abba segítsenek, hogy azt hozzam meg, ami az álmaimat beteljesíti. Az előadáson jelenlévők többsége kisgyermekes anyuka, így még élénken él bennük a szüléssel kapcsolatos tapasztalatuk. Ónodin és Asvári Adrien 2012-ben szülte első gyermekét, idén a másodikat, és férjével terveznek harmadik babát is. Nagyon szívügyem ez a téma. Mindig megérint, mélyen érint, nagyon szeretek erről beszélgetni, és érdekel más embereknek a véleménye. Természetesen, amit vártam, azt szokás szerint megkaptam Krisztinától, hiszen ő nagyon érti az emberek lelkét simogatni, ápolni, és ez nagyon jó így nekünk, édesanyáknak, hogy el tudunk jönni így hétfőnként ezekre az előadásokra, úgyhogy én maximálisan jól éreztem magamat. Volt itt egy gyakorlat, és amit csináltunk, az hogy tetszett abban, hogy érezted magad? A gyakorlat nagyon érdekes volt, egyedülálló. Még soha életemben ilyet nem éreztem, nem tapasztaltam, hogy egyszerre öt személy lebegtessen, simogasson, és ahogy azt továbbiakban is kifejtettük, hogy itt azt próbáltuk felidézni, hogy egy kisbaba mit érezhet, amikor megszületik, milyen biztonságot kaphat a ott lévő személyektől. Thank you.